Hetek óta szüretelnek a borászok. Az egyik Baja környéki pincészetben éppen a kadarka termést dolgozzák fel. A korai szüretelésű Irsai Olivér, Néro, cserszegi fajtákat pedig már hetekkel ezelőtt betakarították. Antal Attila azt mondja, szükség volt idő előtt leszedni a termést, a nagy meleg hatására ugyanis megáll a cukorképződés, a savak pedig kiéghetnek a szőlőből. A hosszantartó hőség mellett a márciusi fagy is komoly gondot okozott a termésnek, tette hozzá a termelő. Nekünk szerencsére nem olyan rettenetes volt, akinek sokkal nagyobb fagykárt okozott, akinek termése sincs. Nekünk azért van valamennyi, nincs teljes, egy erős fél termésünk van. Ezután a tél után megérkezett a nyár, nagyon gyorsan, hirtelen a tavasz szinte ki is maradt. Nagyon sok hőségnappal, nagyon meleggel, nagyon gyorsan ment, haladt a vegetáció, aztán belekanyarodtunk a szüretbe augusztus elejére, azonnal. Megkezdtük, azóta szüretelünk kisebb-nagyobb megszakításokkal. A változékony időjárás az egész országot, így a hajós-bajai borvidéket is megviselte. Egyes ültetvényeken a szokott termésnek csak 20%-a maradt meg, mondta Kok Csaba. A borász hozzátette, az idén majd 3 héttel korábban kezdték meg a betakarítási munkálatokat, ami ugyan megnehezítette a termelők munkáját. Az elmúlt időszakban tapasztalt időjárás azonban lehetővé teszi a késői szüretelésű szőlőfajták beérését. Azok a fajták, amik esetében általában nagy évjáratokról szoktunk beszélni, mint a Cabernet Sauvignon, Merlot, kékfrankos, Cabernet Franc, ezek vélhetőleg nagyon szépen be fognak érni, hisz meleg is volt, most esőt is kaptak, előre vannak az érésbe, tehát olyan veszély nem áll fent, hogy netán egy kora őszi fagy, vagy egy lehűlés miatt nem cukrosodnának megfelelően. A változó időjárás a növénybetegségeknek is kedvezett, így több helyen is megjelent a szőlő legnagyobb kórokozójaként emlegetett peronospóra és a lisztharmatfertőzés. A betakarítási munkálatok a következő hetekben is folytatódnak, és csak szeptember végén, október elején érnek véget. A szakemberek szerint kedvező időjárás esetén az idei évben is jó minőségű borokra számíthatunk.